Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szedlacsik Miklósnak hívnak. A PPA azt jelenti, hogy Problem Prevention Holding, tehát probléma megelőző holding. Tehát akkor ebből a névből talán az is látszik, hogy probléma megelőzéssel foglalkozunk. Egyébként pedig tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, itt nálunk mindenki tegezi egymást kortól, nemtől függetlenül. Szerinted ez a világ így jó, ahogy van? Nem kellene ezen valamit változtatni? Csak valahogy azt mondják az emberek, hogy ők, hát mi olyan kicsik vagyunk ahhoz, vagy kicsi vagyok én ahhoz, hogy változtassak. Hát pedig minden az emberiségtől függ, és az emberiség az az egyénekből áll össze. És nem egy, tehát az emberiség azok emberek, egyes emberek. Tehát nem fordítva, hogy az emberiség az, mit tudom én, egy önálló dolog, és az egyén meg alkalmazkodik az emberiséghez, nem. Hát ami olyan az emberiség, amilyenek az egyének, nem? Tehát teljes egészében az egyénekből áll össze az emberiség, és nem fordítva. Na most tehát attól függ, hogy milyen az emberiség, hogy milyenek az egyének, milyenek az emberek, nem? Ha az emberek buták, akkor lesz egy buta emberiség, nem? Ha az emberek okosak, akkor lesz egy okos emberiség. Nem? Hát mit értünk azon, hogy butasság, meg mit értünk azon, hogy okosság? A butasság azt jelenti, hogy nem jól kezeli az élethelyzetét. Nem tudja megoldani a problémáit. Nem tudja megelőzni a problémáit. Nem tudja megvalósítani a céljait. Tehát igazából ehhez kell a tudás. Tehát okos embernek azt lehet mondani, aki képes az élethelyzeteit, bármilyen élethelyzet jön elé, helyesen kezelni. Képes a problémáit megelőzni. Képes a problémákat megoldani. Képes ezekben másoknak is segítségére lenni. Képes a célokat megvalósítani. És természetesen ebben is tud másoknak segíteni. Tehát nem az az okos, akinek sok-sok iskolai, különböző iskolai tanulmányai vannak, ami igazából az anyaghoz úgy kapcsolódik, hogy teljes egészében, mit tudom én, mondjuk egy szakmához, vagy egy olyan területhez kapcsolódik, ami az életnek egy nagyon pici része. Tehát az embernek ugye milyennek kell lenni igazából? Olyannak, aki képes arra, hogy a szellemi képességeit felhasználja a teremtésre. Nem? Na most a szellemi képesség az meg mit jelent? Az azt jelenti, hogy tudatosság. Az azt jelenti, hogy eljön egy helyzet, és a helyzet az számára nem jelent problémát, hanem mindössze egy feladatot. És fogja és megoldja azt a feladatot. És úgy oldja meg, hogy ez mások számára is, lehetőleg a többség számára is jó megoldás legyen. Tehát nem úgy, hogy csak számára jó megoldás, és másoknak meg rossz. Mert ugye eléggé jellemző most ez az emberiségre, hogy az emberek úgy oldanak meg dolgokat, hogy igazából nekik jó, tehát neki vagy a családjának jó, de az emberiségnek rossz. Tehát most gondoljátok végig, hogy mit tudom én,
fogyasztói társadalomban élünk, és az utakon ilyen hatalmas teherautók közlekednek. Mit jelent az, hogy hatalmas? Hogy olyan súlyuk van, hogy gyakorlatilag az utak nagy része, még az új utak egy része sem bírja annak a terhét. Tehát megcsinálják az utakat, akár az új utakat, mondjuk egy autópályát, és pár év múlva van ilyen jellegű, meg ilyen jellegű hullámok vannak benne. És az nem a könnyű súlyú járművektől van, tehát nem az személyautóktól van, hanem a nagy dög teherautóktól. Na most, a nagy dög teherautók ugye mire kellenek? Hát, hogy az árukat ide-oda mozgassák. De régen is mozgatták az árukat, amikor 3-4 tonnás teherautóknál nem voltak többek. Hát egy Csepel, mit tudom, 3,5 tonnás volt. Anno annak idején. Nem 30 tonnás, mint mostani teherautók, érted? És azok a, mit tudom, 3-4 tonnás teherautók, azok nem tették tönkre az utat. Meg ugye az árut, az nagy mértékben vonaton utaztatták. Na most, ha megnézed, Magyarországon például egy csomó olyan vasúti vonalat megszüntettek, és valószínű, hogy külföldön is, ahol a szállítást, az ember és az áruszállítást átrakták az utakra. Na most, az, hogy az utakon van az áruszállítás, az szerinted a lakosságnak jó? Pedig a lakosság az több, mint az áruszállítók. Sokkal nagyobb lélekszám a lakosság, mint például mondjuk a kereskedelmi dolgozók, vagy a szállítók, akik szállítanak, vagy a szállítmányozási vállalatok. És gyakorlatilag azzal, hogy mondjuk az utakon szállítanak, azzal vajon nem lassítják a forgalmat? Tehát én láttam olyat, még vagy 20 évvel ezelőtt voltunk Lido de Jezolóban. És ez ugye akkor volt, amikor Lido de Jezoló körülbelül egy olyan, nem egy túl nagy város, de amikor ugye ott vannak a nyaralók, ez az Észak-Adria, akkor körülbelül egy olyan 160 ezeren vannak abban a városban. És az egész város termékellátását tudjátok mivel csinálták? A valakis háromkerekű teherautóval. Az az olasz. Ha valaki ismeri, hogy elől egy kerék, hátul két kerék, hát mint egy motorbicikli, mert az olyan van benne, rendes motor van benne, nem automotor, és hátul egy, mit tudom, egy pár négyzetméteres csomagtartó, érted, üres vagy fedett, mindegy, és azzal bonyolították le az egész kereskedelmét a városnak. Tehát nem mehettek be a településre a személykocsinál nagyobb járművek. Tehát még ilyen 2-3 tonnás járművek sem mehettek be a városba. És mondom, az egész várost, a 160 ezer embernek az ellátását ezek a kis személykocsinál kisebb teherjárművek látták el. És gondolom a város szélén voltak a raktárak, és onnan ugye hordták be a városba a cuccot. Tehát lényeg az, hogy ha jobban visszaemlékszel, régen is fogyasztottak az emberek, jó, de régen nem olyan mértékben fogyasztottak, mint most. Tehát most
a fogyasztásra az emberek sokkal több pénzt költenek. Tehát ha megnézed a fogyasztási termékek, de maradjunk az energiánál, a 70-es években, amikor én még gyerek voltam, hőtárolós, illetve először árammal, tehát radiátorokkal fűtöttünk, tehát áramos, tehát ilyen 3 kW-os radiátorokkal fűtöttünk. Tudod, mennyi volt az áram? 30 fillér volt az éjszakai áram, és 40 fillér volt a nappali áram. Emlékszem pontosan, 70-es évekről beszélek. Most az áram, a nappali áram valami 45 forint körül van. Ha megnézed, durván 110-szeres. Miért 1000-szeres? 110-szeres. Hát na, 40 fillér, szorozva 10-zel az 4 forint, szorozva 100-zal az 40 forint. 40 forint, tehát 45 forint, tehát 110 szeresére emelkedett. Azt mondja, hogy 50 év alatt az áram ára. Akkor tudod, mennyi volt az átlag fizetés? Nem volt 1000 forint. Most az átlag fizetés 200.000 forint. Tehát az átlag fizetés 200 szorosára emelkedett 50 év alatt Magyarországon, de az áramára csak 110-szeresére. És azt mondják az emberek, hogy milyen drága minden, és mennyi drágult minden. Hol? Tudod, mi drágult? Az drágult, hogy sokkal többet költesz a fizetésedből, és ezáltal maradt kevesebb, mint régen. Gondold végig, akkor egy házban volt egy tévé, és volt valami 200 forint, ha emlékeztek, először 80 forint, majd olyan 200 forint, ugye a tévének az előfizetési díja. Emlékeztek? A tévéadó, így van. Tehát ha megnézed, az nem kis összeg volt a fizetéshez képest. Tehát mikor mondjuk olyan 1000 forint volt az átlagkereset, akkor volt 80 forint. Az azt jelenti, hogy 8%-a a fizetésnek, mint most, ha lenne 20.000 forint. Érted? A 80 forint annyi volt, mint most 20.000 forint az átlagfizetéshez képest. Tehát ha megnézed, tehát például mi fölvettünk kölcsönt házépítésre. Akkor, és 1000 forintot fizettünk havonta törlesztő részletet. Ez mikor volt? Már nem a 70-es években, ez a 80-as években volt. Méghozzá a 80-as évek közepén. Akkor kerestünk, jó, de csak viszonylag rövid ideig, olyan másfél évig, nem egész másfél évig, kerestünk 8000 forintot ketten a nejemmel. Tehát a nyolcadát fizettük ki akkor is csak a hitelnek. Tehát viszonylag keveset kerestünk akkor, nem átlagosan kerestünk, hanem átlag alatt. Tudjátok miért? Mert én zsukkoztam, és a zsuk kellett hazahordani az építőanyagot. De nem baszeg zsukkoztam, hanem céges vállalati zsukkos voltam, és közben, napközben hordtam vele haza az építőanyagot. Nyilván a tűzépről. És nem kellett ezáltal fuvarosnak fizetnem egy vasat sem, meg hogy kihozzák az építőanyag dolgokat, nem kellett fizetni. És ezért ugye csak nem másfél évig, amíg építkeztünk, emiatt viszonylag kevesebb fizetésért kis teherautóval járkáltam. Na és, de nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy gondold végig, hogyha ma fölvesz valaki mondjuk, mi nem házépítésre vettünk, hanem házbővítésre vettünk föl hitelt.
gondold végig, ha valaki fölvesz, mi fölvettünk 150 ezer forintot, és 1000 forintot kellett törleszteni havonta. Tehát a 150 ezer forint, akkor az átlagkereset volt durván olyan, hát olyan 5000 forint. Most 200, akkor az mennyi? 40-szeres. Tehát akkor szorozzuk meg a 150 ezeret 40-nel, az 1,5 millió × 4, tehát olyan, mintha fölvettünk volna most 6 millió forintot. Na most, ha valaki fölvesz 6 millió forintot, akkor tudja, hogy nem egy, az átlag keresetének az 1/8-át fogja fizetni havonta. Érted? Ha nem többet. Na most, de nem is ez a lényeg, hanem gondold végig azt, hogy, hogy ma egy átlag családnak a rezsie az jóval több, mint 100 ezer forint. Mi van a rezsiben? Minden. Kaja is? Nem, a kaja nem. Nem, a kaja nincs benne. A rezsi az a szolgáltatásokra kiadás. Nem csak a közművek, a biztosítás, a telefontól kezdve minden. Internet, stb. Stb. Tehát ez összes áram, fűtés, stb. Stb. Tehát ez, mondom, már több, mert ezelőtt körülbelül 6-7 évvel volt ez 100 ezer forint családonként. Most már biztos, hogy több. Hát csak az internet abból a legtöbb embernek egy olyan 8-10 ezer forint legalább. De add össze az összes internetet, még a telefonon is, és akkor kiszámolhatod, hogy, hogy az internet az ugye nem kevés. Szóval a lényeg az, hogy mondom, egy átlag család olyan 120 ezer forint rezsiből jön ki, az a rezsi, plusz a kaja. Na most a 120 ezer forint az átlag kereset ugye 200 ezer, akkor mondjuk két ember keres, akkor 400 ezer, akkor az azt jelenti, hogy a rezsi az több mint negyede. Nekünk annak idején a kilencede volt a rezsi. Érted? De miért? Hát mert nem volt ennyi szolgáltatást, amit igénybe vettünk, érted? Tehát úgy mindennel együtt a rezsink olyan 800 forint volt, havi szinten. Érted? Nem volt mobiltelefon, nem volt internet, nem volt, tudom én, mi nem volt? Hát más minden volt. Gyakorlatilag más volt. Hát tévé volt, így van. Tévé adó volt. Szóval, amikor az ember nem tud kellőképpen kijönni a pénzből, azért nem tud kijönni, nem azért, mert keveset keresnek az emberek. Tehát ha megnézed, a fizetések jobban emelkedtek, mint az energiaárak. Érted? Ha megnézzük mondjuk egy kiló kenyér akkor, mikor 3,40 volt a, vagy 30-40 fillér volt az áram, akkor volt 3,60. Most egy kiló kenyér mondjuk 360 forint. Százszoros, a fizetés meg 200-szoros. Érted? És mégis akkor az emberek tudtak építkezni. Tehát mi vettünk akkor egy 330 ezer forintért egy szobakonyhát, nem túl nagy kerttel. Tehát 330 ezer. Ha azt megszorozzuk 200-zal, az azt mondja, hogy 330, 3 millió, az 66 millió forint. Tehát 66 millió forint. Na most, azt számolnánk mai áron, az nem érne többet ott, ahol van, nem érne többet az a szobakonyha mondjuk 15-20 milliónál. Oké? 15. Hát inkább 15, mint 20. Tehát, de mondjuk legyen 20. Tehát az azt jelenti, tehát mostani áron mondom, 20-nál többet nem érne az akkori ingatlan.
De nem 66 millió. Tehát az ingatlanok ára sem emelkedett annyit, mint a fizetések. Világos ez? Bár ugye ezt 80-as években vettük, akkor már az átlag keresett kb. 4000 volt, tehát akkor rosszul számoltam, mert csak 50-nel kell megszorozni. Tehát 50-nel kell megszorozni. Ha 50-nel megszorozzuk a 330 ezeret, akkor az csak akkor árába vagyunk körülbelül. Tehát az ingatlan ár körülbelül annyit emelkedett, mint a fizetések. Na most ezt csak azért mondom, mert ha megnézzük, nincsen kirívó emelkedés, és mégse tudják azt csinálni az emberek, mint annó annak idején, hogy a fiatalok többsége szerzett lakást, vagy tudott építkezni. Hoppá! És most a fiatalok többsége mit csinál? Úgy tud építkezni, vagy úgy tud lakást venni, hogy óriási hitelt vesz föl, akár egy életre eladósítja magát. Persze régen is voltak ilyenek, de elvétve. Érted? Most meg rendszeresen ezt csinálják. Érted? Tehát nézd meg, nem tudnak építkezni az emberek, akik fiatalok. Most nem az idősekről beszélek. Tehát a legtöbb építkező, nem tudom, tudod-e, befektetési céllal építkezik. Tehát nem azért építkezik, mert lakni akar, hanem befektetési céllal. Tehát például az is egy befektetési cél, hogy mondjuk lakik egy 80 négyzetméteres házban, és csinál belőle mondjuk egy 160 négyzetméterest. Érted? Az is befektetési cél. Mert rengetegen csinálják azt, hogy a saját ingatlanjukra befektetési céllal ráköltenek milliókat a saját ingatlanukra. És nem csak feltétlenül felújítási céllal, hát igénynövekedés véget költenek rá. És ha megnézed, a fiatal házaspárokat látsz minimális hitellel vagy hitel nélkül lakást venni vagy vásárolni? Vagy építkezni, akarom mondani. Lakást venni vagy építkezni? Nem. Tehát ha valakinek kevés a pénze, akkor azt kell megnézni, hogy mennyit költ. Nem azt. Tehát nem az a probléma, hogy a fizetések alacsonyak, főleg a múlthoz képest, hanem az a probléma, hogy az emberek túl sokat költenek. Na most nézd meg, hogy régen például mennyit költöttek az emberek mondjuk nyaralásra. Hát gyakorlatilag a legtöbb ember 0 forintot. Az volt a nyaralás, hogy hazament a szüleihez. Vagy elment a testvéréhez. Érted? És akkor kölcsönösen jöttek ide, oda mentek egymáshoz. Ez volt a nyaralás. Most én állítom, hogy egy átlag család simán elkölt nyaralásra éves szinten több százezer forintot. Több százezer forintot. És ez régen nem így volt. Nem visszasírom, csak hogy gondolkodni kellene. Most egy olyan világban élünk, ezt azért fontos, hogy gondolkodjunk, mert egy olyan világban élünk, ahol a jövő soha nem volt ilyen kilátástalan az emberek, nagyon nagy. Tehát gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy az emberek 99%-ának. Soha. Tehát soha nem volt ilyen kilátástalan. Tehát, hogy mi lesz, nem hogy azt nem látni előre, hogy mi lesz egy év múlva, hanem azt sem látni előre, hogy mi lesz két hónap múlva, vagy három hónap múlva. Érted? Tehát ilyen mértékű bizonytalanság még sose volt. És én azt látom, hogy az emberek mégis, mintha szórnák a pénzt. Szó szerint.
Tehát nem azt csinálják, hogy növelik a bevételüket. Tehát amikor baj van, akkor tudod, mit kell csinálni? Ha baj van, többet kell dolgozni. Tehát ha nehezen az anyagiak elkezdenek visszaesni, vagy elkezd az életszínvonal csökkenni, akkor többet kell dolgozni. Na most, ugye látszólag nincs baj, és mintha úgy látnánk, hogy mit tudom én, júniusig, tavaly novembertől júniusig, tehát fél éven keresztül nem tudtak az emberek menni ide-oda, most meg mintha bepoltolnák. Igen. Szó szerint. Hát a fiamék ugye akartak hétköznapra menni Nászútra, és baromi nehezen találtak szállást hétköznapra. Úgyhogy nincs benne hétvége. Tehát a szállodák foglaltak októberben. Ők szeptember végén, október elején mentek, pont így, de foglaltak. Tehát az emberek mennek és költik a pénzt. Na most arra leszek kíváncsi, hogy a gazdasági válság, nem erre leszek kíváncsi, majd mindjárt mondom, hogy mire leszek kíváncsi, tehát a gazdasági válságba bármit mond a média, befele megyünk. Oké? Tehát nem kifele megyünk a gazdasági válságból, hanem befele megyünk. És még jó ideig befele megyünk a gazdasági válságba, de nyilván nem így megyünk befele a gazdasági válságba, hanem így. Tehát ilyen hullámozva. Éppen most ugye egy olyan hullám van, ahol az emberek költekeznek. Mert ugye mehetnek, és akkor ezáltal költekeznek. De mi lesz, ha nem mehetnek? Gyűjtik a pénzt a következő költekezésre, persze. Ezt csinálják, igen. Na most, tehát egy olyan világ felé megyünk, ahol azt is el lehet képzelni, hogy az emberek tömegei éhezni fognak. Itt, ahol nincs éhezés évszázadok óta, érted? Mert ugye Magyarországon gyakorlatilag évszázadok óta nincs éhezés. Még a háborúkban sem éheztek a magyarok. De ugye mivel? Nem dolgozni akarnak az emberek, hanem pénzt költeni. Hát nézzétek meg, hogy a termelés, a magyar mondjuk élelmiszertermelés hol van mondjuk a 80-as évek szintjéhez, vagy a 70-es évek szintjéhez? Sehol. Tehát a termékeket, és mi van akkor, hogyha nem fogják tudni behozni kintről, érted? Mert egyszerűen olyan helyzet lesz, hogy nem tudják behozni. Hát hiába lesz az embereknek pénzük, érted? Nem lesz mire költeni. Tehát itt van egy olyan világ, ahol azt akarják elérni, ha hiszed, ha nem, és ez nem ijesztgetés, hogy az emberek hamarabb meghaljanak. Most tök mindegy, hogy hogy, az a lényeg, hogy hamarabb meghaljanak. Képzeljétek el, utána néztem a fiammal, ugye a Gergő fiammal, mit jelent az 5G, meg mit jelent a 6G. Az 5G, ami a telefonra kerül, ugye a telefonos 5G-ről beszélünk, az kérlek szépen 25, illetve 24, mindegy, gigahertztől az 5G. 54 gigahertzig terjed. A 4G... az 4 gigahertzig terjed. Nem. 4-ig.
4 gigahertzig, igen. Na most, nem tudom, tudod-e, hogy Amerikában engedélyezték, hogy a 6G-t kipróbálják. És méghozzá tudod, hol tesztelik? 340 GHz-en tesztelik. A 6G az 94 GHz-től 2 terahertzig tart, nem, bocsánat, 3 terahertzig, 3000 gigahertzig terjed a 6G. És ez mire jó? Ez mire jó? Na most az azt jelenti, arra, állítólag arra jó, hogy terabájt sebességgel lehet majd másolni. Tehát az azt jelenti, hogy mondjuk Na most mondanék egy dolgot. 14-ben volt a... Nem. Hányban? Tehát az első világháború alatt, az a lényeg, jött be két dolog. A középhullámsugárzás, és a spanyol nátha. Igen. Nátha. A spanyol náthában van, ami 10 vagy 20 millióan haltak meg. 50 millióan? Igen. Na, akkor még jobb adat. Na most, de nátha. Tehát ami azt jelenti, hogy légúti megbetegedéses elhalálozás, és egyszerre a középhullám. Tehát a második, az első világháború azért fejeződött be, mert hultak a katonák, mint a legyek, háború nélkül, a spanyol náthától. Oké? Okay? Ez volt az egyik ok, másik meg, hogy kirobbantottak a Bécsbe, meg Berlinbe forradalmat az ellenség. És akkor ugye ez a két ok volt. És akkor ugye ezáltal kiléptek a háborúból. Szóval, de ugyanezt csinálták Budapesten is. Tehát Budapesten, Bécsbe és Berlinbe kirobbantottak forradalmakat. Az ellenség. És ugye belső zűrzavar lett, és ezáltal ugye lehetett könnyen megtámadni a központi hatalmakat. Illetve ugye ellentámadást indítani a központi hatalmakat. De ez mindegy, ez már csak részletkérdés. De a fő ok elsősorban a középhullám bevezetése, és annak következményében az emberek ugye úgy működnek, csak hogy világos legyen, az emberek úgy működnek, hogy az ember szervezetének át kell állnia, meg kell szoknia a bizonyos frekvenciákat. Na most az hirtelen nagy dózisban kapja valakin, nagy frekvenciával, tehát nem nagy erővel, nem nagy frekvenciával, nagy erővel kapja, akkor sok embernek az immunrendszere nem tud olyan mértékben alkalmazkodni, és az illető belehal. És ezek légúti megbetegedéses problémát idéznek elő az embereknek, többek közt légszomjat. Na most, ami annyit jelent, hogy ha kis dózisban sugároznák ezeket, akkor a szervezet szépen hozzászokna. Ha nagy dózisban sugároznak, akkor úgy jár az ember, mint az állat, a madár a levegőből, hogy beindították az 5G-t, és akkor a madarak lepotyogtak a levegőben, érted? Mikor elég nagy dózisban megnyomták az 5G-t. Na most gondold végig, ez úgy működik, hogy minél nagyobb frekvencia, annál ártalmasabb a szervezetünkre. Tehát nézd meg, ugye a mikrohullám, tehát a mobiltelefon az már mikrohullám. De a mikrohullámú sütő is mikrohullám, csak sokkal nagyobb dózisban van sugározva, mint a telefon. A mikrohullám
az azt jelenti, hogy felmelegíti a rezgését az anyagnak. Többek közt ugye az embernek is. Tehát gondold végig, na most a mikrohullám meg a középhullám között óriási különbség volt, mert a középhullám nem csinált ilyet, hogy felmelegíti az anyagot. A mikrohullám viszont csinál ilyeneket, és a mikrohullám az már régóta, mióta ugye ezek a mobiltelefonok vannak, ugye a 800-astól, onnantól mikrohullámról beszélünk. Csak kis dózisú, érted? Tehát kis sugárzású. Tehát gyenge mikrohullám. De nem sok különbség van a mikrohullámú sütő sugárzása és egy mobiltelefon sugárzása között, csak annyi, hogy a mikrohullámú sütő az sokkal nagyobb energiával sugároz. Világos ez? És ezért ugye felmelegszik az anyag, amit beletesznek. Na most nem tudom, tudjátok-e, hogy a mikrohullámmal mikor kezdtek el kísérletezni? Az első világháborúban az ellenséget avval akarták megölni, a mikrohullámmal. Csak az volt a baj, hogy a saját katonáik is meghaltak. Tehát nem csak az ellenség, hanem a saját katonák is meghaltak, és ezért ezeket a kísérleteket befejezték. Tehát élőben kísérleteztek. Harci eszközként a mikrohullámmal, csak úgy mondanám. Na most, lényeg az, hogy az minél magasabb frekvenciájú mikrohullám, annál károsabb az élő szervezetre. Tehát a mikrohullámú sütőbe beraksz például egy tele baktériummal lévő szivacsot, ami tele van kórokozókkal, és fogja, és beindítod, és az összes kórokozót kiírtja. Tehát fertőtlenítésre kiváló. Érted? Tehát kiváló. Tehát az összes, tehát például mikor mikrózod a bármilyen élelmiszert, akár a vizet, kiölsz belőle minden élő organizmust. Tehát mindent. Na most gondold végig, és ez a mikrohullám most horcolásza az ember magával a mobiltelefonnal. Jó, de mondom, egy gyenge változatban. De gondold végig, ha egy 4G-s készülék bőven elég volt, hogy mit tudom én, pár perc alatt letölts egy videót. Érted? Mit tudom én, lejött 5-10 perc alatt. Na most, egy annál sokkal nagyobb videót, meg ugye majd azt tervezik, hogy letölthetsz egy másodperc alatt. Akkor az vajon mit fog eredményezni? Érted? De Nem az ellenőrzésről van szó, hanem a szervezetedre mit fog eredményezni. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy a rádióhullámok következtében, ezt nem akarják elismerni, pedig ez egy tény, sokkal betegesebb lett az emberiség. Oké? A mikrohullám következtében meg még betegesebb lett. És ha ennél még mikrohullámot fognak csinálni, már pedig ugye a tervezet megvan, hiszen már mondom, kísérleti engedélyt megkapták, hogy kísérletezhetnek 340 GHz-es frekvenciával.
az USA-ban 6G-vel, és még itt közel nincs akkor a 3 terra, de nem tudom, tudjátok-e, hogy megadták a világban az engedélyt, hogy kísérletezzenek a 3 terrás, tehát 3000 gigahertzes frekvenciákkal. Tehát megegyeztek ebben, képzeljétek el, hogy kísérletezhetnek a kutatók ezzel. Ezeket úgy hívják, hogy gyilkosok. Tehát én például azt mondtam éppen a fiammal, amikor beszélgettünk, hogy azt mondja, hogy a ugye mérnökök, meg kutatók, stb. Na mondom, ez olyan, tehát egy mérnök vagy egy kutató, hogyha ilyet kísérletez, az azt hívja, úgy hívják, hogy gyilkos. Tehát nem csak az a gyilkos, aki ledobta az atombombát, hanem az is, aki kikísérletezte. Világos ez? Tehát aki segítkezett abban, hogy az atombombát ledobják mondjuk egy városra, az nem csak az volt gyilkos, aki ledobta, érted? Hanem az is, aki kikísérletezte. És bárki, aki részt vett abban, hogy az atombomba létrejöjjön, azt mind úgy hívják, hogy gyilkos. Világos ez? Na most ugyanez, ha olyannal kísérleteznek, ami az embereket fogja gyilkolni, az nem csak az, aki engedélyt ad rá, hogy ilyet forgalomba helyezhetnek, hanem az is gyilkos, aki a tudását adta ahhoz, hogy azt ki lehessen fejleszteni. Ha tetszik a kutatóknak, ha nem, akkor is gyilkosok vagytok. És tudod, mi lesz ennek a problémája? A te karmád, te hülye gyerek. A karmád lesz a probléma. Tudod mi? Az, hogy ezt a gyilkolászásban való hozzájárulásodat gyönyörűen tovább viszed a következő életbe, és olyan nehézségeket kapsz már ebben az életben, az életed utolsó szakaszában, hogy beleződülsz, de még nagyobbat kapsz a következő életedben. Mert egy gyilkos vagy, méghozzá úgy hívják, hogy tömeggyilkos. És az összes kutató, amely részt vesz ilyen kísérletekben, az mind tömeggyilkos. Csak nem tudják, hogy ők tömeggyilkosok, ők eszméletlen okosnak tartják magukat, és ilyen egyszerű, hogy annak nagyon nagy része végig se gondolja, hogy egy tömeggyilkoláshoz adja a tudását. Érted? Nehogy már nekem azt mondja erre valaki, hogy hát ezt a fentiek támogatják. És a fentiek nyújtják hozzá azt a tudást a fejébe annak a tudósnak, érted, hogy ilyen tömeggyilkoló szereket kifejlesztenek. Na most az tök mindegy, hogy az egy olyan tömeggyilkoló szer, amely egy pillanat alatt végez az emberekkel, vagy mit tudom én, pár év alatt, vagy pár hónap alatt, vagy pár hét alatt, érted, vagy pár nap alatt. Tök mindegy, akkor is tömeggyilkosságról beszélünk. És ugye sokkal rosszabb, amikor hosszú távon, mert ott rá lehet fogni, hát nem is attól lett. Mert ugye az atombombát, mikor ledobták Nagasakira meg Hiroshimára, akkor nem lehet azt mondani, hogy hát másba haltak bele. De amikor olyan szereket, olyan műszaki dolgokat kísérleteznek ki, ami szépen alattomosan
hetekkel, hónapokon, éveken keresztül fejti ki a hatását, akkor mindent rá lehet fogni. Hogy nem attól, hanem valami mástól. Hát nézd meg, amikor gyerek voltam, emlékezz vissza az én korosztályom vagy, ugye az én korosztályom az 67-ig volt, 1967-ig. Ha az én korosztályom vagy, azt se tudtuk mi az, hogy rák gyerekkorunkban. De nem csak mi, a szüleink se. Azt hittük, hogy az egy állat a folyóba, érted? Pedig hallottam Lent Szabolcsba, illetve Szatmár, ugye a rokonoknál, mikor minden nyáron ott voltam, hogy mikor egy cigányasszony káromkodott, akkor úgy káromkodott, hogy a rák egyen meg. Hát mondom, hogy eheti meg a rák az, ami a folyóban megy? Hát hogy? Hát ez fogja lesöpri magáról. Hát. Már tudományosan tudta. Milyen okosak voltak a cigányasszonyok. Szóval a lényeg az, hogy gondold végig, hogy nem volt ismert betegség. Biztos, hogy a tudomány az ismerte, az 100%, de a lakosság azt sem tudta mi az. Mert elvétve volt, hogy valaki rákba halt meg. Sőt, tudod, mit mondtak annak idején? Hogy 14 éves kor alatt nincs rákos megbetegedés. Mikor már hallottunk arról, hogy mi az, hogy rák. 14 éves kor alatt, érted? Most meg van, akik úgy születnek, igen, hogy már rákos. Na most akkor nehogy azt mondjuk, hogy egészségesebb már a lakosság. És ez mind elsősorban azoknak a hullámoknak. Hát most gondold végig, mondok egy dolgot. Itt van a falban a vezeték. Régen úgy hozták az áramot a falban, hogy ólomcsőben. Majd később nem ólomcsőben hozták, hanem alumínium csőben. Berman cső úgy hívták. Tehát így van, ilyen valami, lehet, hogy nem is alumínium volt, hanem vaslemez. Tehát lényeg az, hogy fém vette körül magát a húzalokat. Na most a fém az árnyékol. Az azt jelenti, hogy nem engedi át a fém az elektrosugárzást. Nem engedi át. Márpedig a vezetékben, ha áram folyik, akkor az biztos, hogy annak van sugárzása. Manapság a falakba kizárólag műanyag csőbe viszik az áramot, illetve a vezetékeket, és abban az áramot természetesen. Na most onnantól kezdve, ha áram folyik a vezetékben, nekem van készüléken, meg tudom mutatni, hogy mutatja a sugárzást, az elektroszmogot. És az elektroszmog nem olyan káros, mint a mikrohullám. Mert az nem melegíti föl, érted, az anyagot. Tehát a vizet nem melegíti föl az anyagban. Tehát lényeg az, hogy egy olyan világba jutottunk, ahol az ember tudás nélkül, tehát én ezt előre mondtam, hogy ide fogunk jutni, ha visszaemlékeztek. Hogy eljön egy olyan világ, ahol a tudatlan emberek úgy fognak hullani, mint a legyek. És ha az ember nem tesz meg megfelelő védelmet, érted? Akkor, és nem tesz meg bizonyos lépéseket a jövője érdekében, akkor egyszerűen úgy jár, mint ahogy jártak, a spanyol náthában meghaltak, vagy a Covid-ban meghaltak. Érted? Mert nagyon érdekes, nem érdekes, hogy tavaly éveleig
Magyarországon és Európában nem volt bevezetve az 5G. Jött az árlat, és bősz erővel elkezdték bevezetni az 5G-t. Majd ugye jöttek az őszre, tavaly őszre, télre a megnövekedett halálozási statisztikák. Jó, tudjuk jól, hogy átírt halálozási statisztikák is vannak, mert ugye lementettük a tavaly előtti, illetve a tavalyi statisztikákat, és akkor utána nézzük most, és mások a tavalyi statisztikák, mint amit lementettünk tavaly. Mindegy, de az év második felétől. Az első felében nem. És lényeg az, hogy ha megnézzük ugye a november-decembertől is statisztikákat, miért még tovább nőtt? És mi változott? Bejött egy vírus, azt mondják. Nem, mi változott? Bevezettek egy olyan frekvenciát, ami minimálisan hatszorosa annak, amit eddig volt a mobiltelefonokon. Mondom, minimálisan hatszorosa. Mert ugye 54 Hz-től 95 Hz-ig. Gigahertzig. 54 GHz-től 94 GHz-ig. Mert ha olyan lenne az, akinek 5G-je van és már működik, mert nem tudom, tudjátok-e, hogy Budapesten már alig vannak olyan helyek, ahol az 5G nem működik. Hát mert nincs 5G-s telefonod. Na most, szóval lényeg az, van, érdekes, van egy ilyen sáv, Budapest közepén egy ilyen sáv, illetve Pest közepén egy ilyen sáv, ahol nincs. Ahol nincs, de a legtöbb kerületben van. És lényeg az, hogy ugye ezt is meg lehet nézni az interneten, hogy hol van 5G. Már az országban. Például vannak olyan városok, ahol nincs 5G. És a körülötte lévő kis, jóval kisebb településeken meg van. Például Debrecenben nincs. De Hajdúszoboszlón, Böszörményben, meg stb. Meg mindenütt ott az 5G. Hát egy polgármesteri kérdés, önkormányzati kérdés, hogy a önkormányzatok engedték, vagy nem engedték. Na most lényeg az, hogy mi történt, tehát mi olyan dolog történt, fizikai dolog, ami miatt indokolt az, hogy megnövekedett a halálozás. Egy dolog. Az 5G-t bevezették ez alatt a másfél év alatt. Oké? És ugye hol vezették be jellemzően? Hát ugye a nagyobb helyeken jellemzően. Például a Balaton környékén végig van már 5G. De nagyon érdekes, mert keleten több olyan terület van, ahol van 5G, mint a nyugati ország részen. Érdekes. Meg tudjátok nézni térképen. Szóval a lényeg az, hogy hát mire például, mit tudom, mondjuk vesz az ember majd jövőben egy 5G-s telefont, az mire jó? Hogy nézd, hogy hol van 5G, és ha a lakásodban van 5G, akkor szigeteld le a lakásodat. Mivel? Acélborítólemezzel. Ami ugyanígy néz ki. Ugyanígy néz ki. Olyan, mint hogyha fa lenne, lambéria lenne, így van, csak fémből van, így van. És akkor belül szépen berakod a lakásba mindenütt, és kész, le van zárva, nincs 5G. Világos ez? De 4G sincs. De meg tudod azt csinálni, hogy kihelyezel egy vevőt, és behozott kábelen. És csak ott van, ahol akarsz. Így van. Tehát meg tudod csinálni. Nem. Lényeg az, hogy például lehet kapni olyan redőnyöket is, ami fémből van. Alumíniumból. Így azt is lehúzod, azon nem jön át semmilyen 5G.
Ugye tudjátok, hogy minél magasabb a frekvencia, annál nehezebben hatol át az épületeken is. A panel is jól, mert van egy csomó vas. Hát ugye az a baj, hogy, hogy közte át tud jönni. Közde, hát az nem fogja meg. Így van. Tehát közte, hiába van kettő, itt át tud menni. Kipróbáltuk. Próbáld ki. Ha belerakod a telefonodat egy fazékba, egy rendes, hagyományos fazékba, és fölhívod, simán csörög. De úgy, hogy rárakod a fedelét a rendes, hagyományos fazéknak. És simán csörög a mobiltelefonod a fazékba. De ha rá, berakod egy olyan fazékba, ami tökéletesen zár, nem gumiszigeteléssel, hanem a fedő tökéletesen zár az edényben, az edény tetején, na azon nem megy át. Tehát gondold végig, rárakod a fedőt a fazékra, és azon a mikronnyi lésen, ami, ami lehet, hogy nincs egy milliméter, érted? Simán átmegy a jel. Hát akkor ugyanúgy átmegy a panelen is. Szóval vannak azok a profi edények, vagy ilyen félprofi is elég. Tudod, amit például olyan technikája van, hogy melegítesz, és a gőz rászippantja a fedelet a tetőre, és ezért nagyobb nyomást tud az edény produkálni, és ezáltal a hamarabb megfő benne a kaja. Nem a kukta. A kukta az gumiszigeteléses. Ez rendes fém. És hát ilyen a ceptebnek, nem csak annak van, hanem sok ilyen edény van, csak profibat, nem az olcsót kell venni. Jó? De nem is a ceptert, mert az meg a baromi drága kategória. Jó? Szóval lényeg az, hogy, hogy egy sima edény, vagy akár egy ilyen olyan edény, ami fém, fém a teteje is, és ez a profinak kinéző, de nem profi, abba is csörög a telefon. Pedig ott aztán nagyon pici, és két szinten zár, és mégis nagyon pici a hézag, és átmegy rajta jel. Na most tehát csak az olyan jó, ami lecsuktad, és nincs átmenete. Világos ez? Tehát például nekünk a házon cseréplemez van, azon nem megy el semmi. Világos ez? Nem cseréplemez, lemez cserép, hát cseréplemez, mindegy, lemez cserép. Cseréplemez, nem, cseréplemez. 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 Hát vagy lemez cserép, mindegy, hát akkor is. Tehát lemezből van a cserép, után, tehát cserép utánzatú lemez. Ennyi. És akkor onnantól kezdve azon nem jön át. És ha kell, akkor borítjuk a házat is. Érted? Lemezzel, és akkor ennyi. Nem cserép lemezzel, hanem lambéria utánzatú lemezzel. De nem csak lambéria utánzatú van, hanem mindenféle színű. Minden színű. Szinte minden. Persze, és mindenféle ilyen idomú. Hát gyönyörűféle idomokat csinálnak például olyan házakra, amit kívülről borítják be lemezzel. És színes, különböző színű lehet akár. Na minden, nem is ez a lényeg. Tehát gondold végig, tehát hogyha az ember nem kellően tudatos, nincs információ a dolgokról, nem tudja, hogy mi hogy működik, akkor nem készül fel esetlegesen arra, ami várható. Márpedig ugye a világban az emberek etikai szintje nagyon alacsony. És a pénzért meg izélnék az anyjukat, az emberek, szó szerint, tehát szó szerint, ami annyit jelent, hogy a kutatók is hiába tudja azt esetleg, hogy az most káros az emberek egészségére, akkor is kutatja, érted? Szóval olyan, olyan etikai szintjük van az embereknek, hogy ennek ismeretében, hogy tudja az ember, hogy alacsony az emberek etikai szintje, jót ne várj a jövőtől. Ne a távol, nem távoli jövőről beszélek. Itt a közeljövőről beszélek. A távoli jövőtől várjál jót,
de az majd 2035. Oké, és az még azért akárhogy nézzük, hát eléggé odébb van. De az még akárhogy nézzük 14 év. Tehát az nem holnap után lesz, meg nem is jövőre. Tehát, és ha nem tudatos az ember, illetve elfogad mindent, amit a többségtől hall, oké? De mindig figyelj arra, hogy a többség az nagyon tudatlan. Tehát most ha a többségtől hall az ember dolgokat, akkor tudatlan emberektől hall az dolgokat. Oké? Na most természetesen miért van ez az egész? Tehát ha egy kicsit utána néztél ennek, már az 1800-as évek végétől tervezgetnek olyanokat, hogy hogy kéne megállítani az emberiség növekedését. Na most ehhez képest az emberiség az jócskán megnövekedett az elmúlt 130-140 évben. Érted? Na most, és itt most már nem a növekedés megállítása a cél, hanem az emberiség lélekszámának a csökkentése. Na most mondok egy példát ezzel kapcsolatban. Ott vannak az egészségügy, és az egészségügyben dolgozok. Na most, vajon miért csinálják ezt az országok, egyre több ország, hogy az egészségügyi szférában dolgozóknak kötelező az oltás? Nem csak itt Magyarországon, hanem egyre több országban. Így van, azért, mert nincs szükség a jó egészségügyi ellátásra. Tehát ugye egy egészségügyi ellátás akkor jó, hogyha egy betegre, illetve mondjuk 10 betegre, vagy egy egészségügyi dolgozóra nem sok beteg jut. Érted? Na most, ha kevés az egészségügyi dolgozó, akkor kevés betegnek kell lenni, nem? Tehát, hogyha nincs elég egészségügyi dolgozó, akkor a beteg emberek mit fognak csinálni? Vagy még betegebbek lesznek, vagy meghalnak. Nem. Tehát miért akarják vajon azt, hogy csökkenjen az egészségügyi dolgozók száma? Nem a lóvé, nem. Nem a fizetés, nem. Hát tök mindegy, hogy állami egészségügyben dolgozik valaki, vagy magánegészségügyben, akkor is be kell oltatni magát. Mondom, de akkor is be kell oltatni magukat, a jogszabály azt mondja, ha magánegészségügyben dolgozik, akkor is. Na most, de miért? Na most, képzeljétek, most olvastam egy olyan, de ezt nem csak egy cég honlapján tudod olvasni, hanem sok cég honlapján, amely teszteléssel foglalkozik. Milyen teszteléssel? PCR, akkor antigén, akkor antitest, az összes ilyen cég minden teszttel foglalkozik. És tudod, mit olvastam? Azt, mert ugye nézegettem sok ilyen céget, és azt olvastam, hogy azért kell ugye a második meg a harmadik oltás, hogy kialakuljon az antitest a szervezetben, az ellenálló képesség. Ehhez nem elég egy oltás. Várjál, de azt is olvastam, hogy de ha valaki átesett a betegségen, akkor az sokkal több ellenanyagtermelést hoz létre a szervezet, mint akár a három oltással. És ezt szakemberek írják, akik ezzel foglalkoznak nap mint nap. Érted?
Tehát, hogyha valaki átesik rajta, és tudod, mit írnak még? Hogy van, aki úgy esik át rajta, hogy nem is tudja, hogy átesett rajta. És ezt megint a szakemberek írják. Nem a média írja, hanem a saját oldalán írják, weboldalukon írják az ilyen dolgokkal foglalkozó cégek. Érted? Na most akkor onnantól kezdve, gondold végig, hogy valaki bekap egy oltást, ami kísérleti jellegű. Mert kísérlet, nem tesztelt, embereken nem tesztelt oltás. Tehát nem tesztelt oltás. És azon kívül, hogy mondjuk van benne olyan anyag, ami valamilyen szinten elkezdi kialakítani az immunrendszernek a válaszát, hogy védekezzen. Ami úgy látszik egy. Nem elég, kettő, három, három kell legalább. Azon kívül vajon mit tartalmaz? Erre mondják a tudatlan emberek, hogy én nem oltatom be magamat, mert ki tudja, mi van abba. És milyen igaza van? Na most te beoltottad magad, és tudod, mi van benne? Hát ha megnézed, előveszel egy gyógyszert, le van írva, hogy mi van benne. Az is le van írva, hogy hány emberből hány betegedett meg tőle, és hány halt meg tőle. Ez is le van írva. A gyógyszer dobozok, illetve nem a dobozokban, hanem benne lévő mellékletben a papíron. Érted? Na most kérdezem én, az oltással kapcsolatban, amit megkaptál, olvastál te ilyet? Azt olvashattad, hogy semmilyen felelősséget nem vállalnak az iránt, hogy beoltottak téged. És nem csak ennyi, tehát semmi más, csak ez én kéne, és gondoljátok végig, hogy gyakorlatilag nem tudják, hogy mi a mellékhatása. Nem tudják. Azt se tudják, hogy mit tartalmaz. Nem úgy, mint a gyógyszereknél. És ennek következtében vajon hát mi fog történni? Hát mi fog történni? Tehát azokkal az emberekkel, akik megkapták. Azok a, de elsősorban egészségügyi dolgozókra célzok. Érted? Na most bemész egy kórházba, és sokkal, tehát csak látogatóként, és sokkal nagyobb esélyed van, hogy bacival jössz ki, mint bárhol, ahol lehetnél. Érted? Tehát mondom még egyszer, bemész egy kórházba, és sokkal nagyobb eséllyel jössz úgy ki, hogy valami baktériumot beszedtél, mint bárhova mentél volna. Így van, mintha bárhova, tehát bárhova bemész, akárhova bemész, akár egy közvécébe, ott nincs annyi baktérium, mint egy kórházba. Érted? Na most, tehát ők ott dolgoznak. Oké? A baktériumok között. Ráadásul bekaptak olyan oltást, amiben azt se tudják, mi van. Azt se tudják, milyen hatást fejt ki. Mendemondára hallgathatnak, de konkrét szakvéleményt egyet nem hallottak. Érted? Ez azt jelenti, hogy vajon meddig lesznek egészségesek. Én most az egészségügyi dolgozókról beszélek, nem a népről. Mert ők a legveszélyeztetettebbek ebben a kérdésben. Mert ők dolgoznak olyan helyen, ahol a legtöbb baci van. És
ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogyha kevés lesz az egészségügyi dolgozó, meg kihullnak a sorba, akkor mi fog történni? Hogy látják el a betegeket? Ki fogja ellátni? Hát ők is megkapják. Ugyanúgy. Szóval lényeg az, hogy mintha nekem az, úgy tűnne, nektek nem, hogy mintha arra menne ki a játék, hogy ne le, az egészségügyi ellátás az nagy bajba kerüljön. Érted? Nagy bajba kerüljön. Na most, ha nagy bajba kerül az egészségügyi ellátás, akkor ugye két dolgot lehet mondani. Ugye az egyik az, hogy hát annyi a beteg, hogy nem tudjuk ellátni. Nem kevesen vagyunk egészségügyi dolgozók, hanem annyi a beteg, hogy az egészségügyi dolgozók nem tudják ellátni. Mert ugye ugyanazt mondják így is, nem? Vagy lehetne azt mondani, hát hogy emberhiány van, és ezért nem tudjuk ellátni az egészség, tehát a beteg embereket. Szerinted melyiket fogják mondani? Nem, azt fogják mondani, hogy sok a beteg. Nem az emberhiányt fogják mondani. Az, hogy sok a beteg. De nem azért, tehát a sok beteg azt jelenti, hogy egy orvosra vagy egy ápolóra hány beteg jut. Ezt jelenti. Világos ez? Na most, hogyha egy kórházban, ahol három szakember van, érted, az egész kórházban, és van 500 beteg, akkor az azt jelenti, hogy de a maga az egészségügyi intézmény mondjuk ki tudna szolgálni 2000 beteget, érted? Akkor az rosszabb helyzetben van, mint egy olyan kórház, ahol van 2000 beteg, de van 150 egészségügyi dolgozó. Érted? És ugye miért csináltak olyan videókat, hogy hát hol vannak a betegek? De hol vannak az alkalmazottak? Arról nem csináltak videót. Mert ha valóban így van, gondold végig. Hát nem hülyék, hát tehát most hiába visznek be, mit tudom én, 1000 beteget egy olyan helyre, ahol van 5 olyan, aki el tudja látni őket. Érted? Ott mit fognak mondani? Hát az, hogy túl zsúfoltság van. Miért? Mert kevés, aki tud gondoskodni róluk, ahhoz képest, amennyi a beteg. És én biztos vagyok benne, hogy most kevesebb az egészségügyi dolgozó, mint mondjuk 2 évvel ezelőtt. Igen, ez így van. Tutira veszem. Hód biztos. Sőt, ugye, ha így haladunk, akkor ugye mikor szokott lenni a csúcs? Január-februárban. Az ilyen fertőző betegségekben. Tudni, hogy több lesz a beteg, mint volt tavaly, vagy tavaly előtt, vagy a hód biztosra veszem. És ez mire jó, hogy kevés az egészségügyi dolgozó? Egyre kevesebb. Hát arra, hát hogy több ember fog meghalni. Világos ez? És ez szörnyű, hogy ilyen következtetésre tud egy ember jutni, érted, hogy ez van. Ez szörnyű. De ennek az alapja mi? Emberiség lélekszámának a csökkentés. Az nem megoldás, hogy nem szülnek az emberek. Mert az hosszú táv. Az a megoldás, hogy soknak kell meghalni. Érted? És a soknak kell meghalni, az két dolog. Kellenek olyan dolgok, amire az emberek megbetegszenek, és utána, hát sorry, de nem tudjuk őket ellátni.
Világos ez? Hoppá. Nem baj, edzésbe tartjuk magunkat. Úgyhogy senkinek nem ajánlom, hogy kórházba kerüljön, vagy valamilyen egészségügyi létesítménybe kerüljön előbb-utóbb. Jó? Érdekes. Na, hogy állunk az időben? Ennyi az idő? Bocsi, hogy elhúzódott az idő. Hát ez most egy kicsit másabb volt, mint ami szokott lenni, ez kis más hozzáállásból, nézőpontból tekintettünk a jelenre meg a jövőre. Mindenkinek azt kívánom, hogy aki hallgatott engem és még nem tanuló, hogy legyen tanuló. Egy havi képzés áráért kapsz, azt mondja, hogy ennyi, 7-8-szoros értéket, igen, 8-szoros értéket. Tehát a piaci értéke az 8-szoros, mint amennyibe kerül. A második hónaptól kezdve viszont ugye azt lehet mondani, hogy olyan 16-szoros értéket kapsz. Köszönöm szépen a figyelmeteket, találkozunk a második részben, ami ugye személyiségfejlesztő coach képzésünk, ugye még az elején járunk, addig lesz 25 perc szünetünk, mindenkinek jó szünetet kívánok, szeretlek benneteket, sziasztok!